Ingyenes Kressz suli program indul a Városligetbe június 13-ától egészen a nyári szünet végéig, heti két alkalommal a magyar kormány támogatásával. Az a célja, hogy már óvodáskortól kezdve jöjjenek a gyerekek, és ugye 2024. szeptember 1-től már a középiskola keretein belül is kressz ismereteket tanulnak, ezt megalapozandó, vagy ezt kiegészítendő olyan ismeretekre tegyenek szert, amivel tudatosabb közlekedők lesznek, és sokkal biztonságosabban vesznek részt a városi vagy a városon kívüli közlekedésben az elkövetkező időszakban. Körforgalomból kifelé jobb kézzel jelezzük. Június 13-ától, gyakorlatilag a nyári szünet kezdetétől a nyári szünet végéig heti két alkalommal zajlik az oktatás itt a Városligetbe. Ha valaki háromszor részt vesz ezen a programon, még egy liget jogosítványt is kap, bizonyítandó, hogy megismerkedett a biztonságos közlekedés alapjaival. Ez az átfogó, a teljes Városligetet megújító program, amely az egész nyugati világ legjelentősebb kulturális és rekreációs fejlesztését hozta létre. Központi költségvetési forrásból a magyar kormány támogatásával zajlik a közterületeknek a megújítása, és természetesen a Kressz Park létrehozatala, illetve a most létrejövő Liget suli Kressz program is ennek keretén belül valósulhat meg.